Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és a rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy együtt ünnepelhetem önökkel, veletek ezt a rendkívüli eseményt. Szinte el sem hiszem, megmondom őszintén, hogy több mint 30 évvel ezelőtt, amikor 1981. szeptember első vasárnapján egy utazótáskával a kezemben leszálltam a 12-es autóbusznak az egyetem városi megállójánál, és elindultam dobogó szívvel az egyes kollégium felé, már ilyen sok idő eltelt azóta. Tulajdonképpen véletlen folytán kerültem én is Miskolcra, mert akkor, amikor mielőtt leérettségiztem volna, már előfelvételisként fölvettek a Lomonoszov Egyetem nemzetközi újságírás szakára, ezt nem meséltem el nagyon sokszor az utóbbi időben, de most ezt elmondom, mert igazából emiatt átmenetinek tekintettem ezt a miskolci időszakot. Véletlen folytán rábukkantam egy újsághirdetésre, ami a szeptemberben induló Miskolci Egyetemi képzésről szólt, és mivel nem akartam, ugyanis akkoriban az egyetem országonként csak, a Lomonoszov Egyetem országonként csak egy diákot tudott fogadni, és az előttem lévő évfolyamnak a váró listájáról egy fiatalembert fogadtak először, így várnom kellett volna egy évet. Szerettem, viszont nem akartam tétlenül otthon maradni, ezért aztán úgy gondoltam, hogy megpróbálom én ezt az egyetemet, különösen az vonzott, hogy az újságcikk szerint a szakma legkiválóbbjait sikerült megszerezni az egyetemnek. Így aztán szüleimnek a legnagyobb örömére, ugyanis Balatonalmádiban éltem, beadtam a jelentkezési lapomat Miskolcra. Először is befizettem a 75 forintos vizsgadíjat, és utána ezek az eredményeim a vizsgabizottság értékelése alapján felvettek az egyetemre, és ebből kifolyólag az első évnek a felejthetetlen élményeiből kifolyólag itt maradtam Miskolcon, és azt hiszem, hogy ez volt életem egyik legjobb döntése. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mit tette igazából mássá, különlegessé ezt az egyetemet a többi három másik egyetemhez képest. És ha ugye visszagondolok, a mi kis karunkra Erika olyan szépen összefoglalta, hogy mi elindultunk, mint a Nehézipari Műszaki Egyetem Állam és Jogtudományi Intézete tulajdonképpen, egy alig 100 fős kis csapat belecsöppent egy nagyon komoly történelmi múlttal rendelkező és hagyományokat őrző műszaki környezetbe. És gyakorlatilag ez a beilleszkedési folyamat volt talán az, ami nem volt könnyű és nem is volt tulajdonképpen konfliktusmentes. Talán ez volt az összekovácsoló erő, ami azt eredményezte, hogy igazából mi úgy éltünk, mint egy kis család. Főleg az egyes kollégium, ahogy Erika is említette, a tanárainkkal is, ugyanúgy én is megerősíthetem, hogy szinte baráti kapcsolat alakult ki. És az egyes kollégiumnál hárult az a nagyon szép feladat, hogy ez sajnos már nem az egyes kollégium, ez már a hetes kollégiumnak az igazolványától függetlenül elhoztam ezt is, hogy megteremtsük a jogi hagyományokat. Tehát az első lépéseket tettük meg, és nagy örömömre szolgált aztán visszakövetni, hogy az utánunk következő generációk, az utánunk következő évfolyamok nagyon sokat tettek, és most már nagyon szép hagyományokkal büszkélkedhet a Miskolci Jogi Egyetem. Ez is egy emlék az étkezési jegyek rendeléséről sok-sok évvel ezelőtt. Visszatérve a szakmai részére, nagyon nagy kihívás volt akkoriban Miskolcon egyetemistának lenni, hiszen a világ szeme rajtunk volt, és tehát be kellett bizonyítani, hogy a Miskolci Egyetem is képes olyan minőségű képzést, illetőleg oktatási színvonalat megvalósítani, illetőleg létrehozni, mint mondjuk a többi másik három régi hagyománya rendelkező egyetem. Ennek következtében szinte presztízs kérdés volt szerintem, hogy komoly oktatási képzés legyen Miskolcon, és ezt mi nagyon jól éreztük is. Ezt valamelyik előttem szóló előadó elég jól meg is fogalmazta, hogy nagyon sokat tanultunk, nagyon nagy volt a követelmény,
De azt hiszem, hogy ebből mindannyian csak profitáltunk, és soha nem gondoltam volna, hogy, és egy kicsit meg is hatottam, amikor megkerestek a múlt héten, és meghívtak erre a konferenciára, hogy 30 év után, vagy több mint 30 év után ismételten lehetőségem lesz arra, hogy megköszönjem minden oktatónknak, szemináriumvezetőnknek, professzorunknak, illetőleg valamennyi egyetemi munkatársunknak akkoriban azt a kitartó munkát, azt a türelmet, amivel átadták nekünk igazából a jogi munkának a szeretetét, illetőleg azt a magas szintű szakmai tudást, amiből valamennyien profitáltunk. Gyakorlatilag, hogy is zajlottak le ezek az egyetemi évek, azt mondhatnám, hogy nagyon jó volt Miskolcon egyetemistának lenni, egy örökre szóló élmény volt. És amikor elvégeztem az egyetemet, ezek voltak az utolsó kis emlékeim, például a büntetőjogi államvizsgás tételek. Fel szeretném vívni a figyelmet a sorokban lévő művészi alkotásra. Nem tudom, ki ismeri föl, hogy ez mi is lehetett. Talán a két fiatal ember, akik az előbb említették, nagyon fontos a segédanyagoknak a használatával kapcsolatosan. Ez egy rendkívül fontos, a mai humánpolitikai világban úgy fogalmaznánk meg, hogy tudás transfer, vagy know-how transfer. Az előttünk vizsgázott évfolyam társunk jött be, és izgatottan mesélt, hogy hol ül a vizsgabizottság. Ez különösen azért volt nagyon fontos, mert már 31 évvel ezelőtt is nagyon komoly varrás és készséggel rendelkező fiatal emberek számára ugye tudni kellett, hogy jobb oldalon vagy bal oldalra kell leülni, hogy ne vegyék észre a segédanyagok használata során. Aztán, amikor átvettem a diplomámat, és megkaptam ezt a nagyon szép Horváth Tibor doktor úr által adott jellemzést ezzel a zsebemben, illetőleg aláírva ezt az igazolást, hogy tartozásom az egyetemmel szemben egyik tanszéken sincsen. Elindultam a nagyvilágba, és először a Pesti Központi Kerületi Bíróságon kötöttem ki, fogalmazóként. Gyakorlatilag egy ilyen háromszor-két-három hónapos rotációs kiképzés után fölkerültem a legfelsőbb bíróságra, ahol a bírói szakvizsgákat, itt tettem le a bírói szakvizsgákat, kitűnő eredménnyel, ezt csak azért említem meg, mert ez is egy olyan bizonyítéka annak, hogy gyakorlatilag egy első diplomásként Miskolcon végzett jogász is megállta a helyét egy budapesti környezetben. Többen felkerültünk, akkor is hasonló sikerrel vizsgáztunk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó érzés volt mindannyiunk számára. Aztán, mivel olyan jól vizsgáztam, és annak idején négy nyelven beszéltem, így aztán át is vezényeltek az igazságügyi minisztérium nemzetközi jogi főosztályára. Ez akkoriban nem úgy volt, hogy mit szeretnék, vagy szeretném-e, hanem megtiszteltetésnek kellett vennem. Hát fájó szívvel így aztán a nemzetközi jogi főosztályon kötöttem ki. Azért nem voltak olyan unalmas témák, amikkel foglalkoztunk, a kiadatás, a kiskorú gyermekek külföldre vitele, azután jogszabályvéleményezés, és ez volt az utolsó szakasz itthon, ami azután felváltotta az ausztriai karrierváltás, mert igazából nem történt más, házasságkötés egész egyszerű dolog volt, házasságkötésem révén kerültem én Ausztriában, most már több mint 23 éve ott kint élek, és újra kellett kezdenem gyakorlatilag teljesen a pályaépítést jogászként, annak idején, amikor ugye Magyarország még nem volt Európai Uniós tagállam. Sőt, a nyugati országoknak bizony még komoly fenntartása volt a közép-kelet-európai országokban szerzett diplomákkal. Így aztán elvégeztem, amikor a kislányom, majd a kisfiammal otthon voltam, Jesen, elvégeztem még Budapesten az ELTE-n a posztgraduális kereskedelmi szakjogászi képzést, mert annak voltak Európai Uniós vonatkozása témái is, ami akkoriban érdekes módon Ausztriában nem volt. Mi jobban felkészültünk, úgyhogy elvégeztem ezt is, és utána elkezdtem egy olyan ügyvédi irodánál dolgozni, akiknek partneri irodája volt Budapesten. Ez nagyon érdekes volt számomra, mert nehezen tudtam azonosulni azzal, hogy a
A szakmai szeretet, a szakmai tudásnak a színvonala igazából másodlagos az üzleti szellemmel szemben, ezt most elég finomabban fogalmaztam meg, és ezért örültem meg annak, amikor 1988-ban az AXA, egy nagy francia nemzetközi biztosítási koncern magyarul beszélő jogászokat, illetőleg közgazdászokat keresett. Így aztán felvettek a jogi osztályra, és viszonylag elég hamar a humánpolitikai feladatokat is átvettem. Majd amikor 2002-ben kizárólag ausztriai érdekeltséggel rendelkező szintén biztosítási cég, az Unica Magyarországon is ismert természetesen, átvette az AXA-nak a Bécsi, illetőleg a magyar leányvállalatait, akkor bekapcsolódtam a közép-kelet-európai üzletrész felépítésének a projektjeibe. Jelenleg 21 országért vagyok felelős, túlnyomó részt a humánpolitika és a jogi területekkel foglalkozom. Hál' Istennek használom továbbra is minden 4 nyelvet a napi munka során, és olyan értelemben nagy szerencsém van, mert lehetőségem van ennyi országnak a belső jogrendszerét legalábbis nem annyira részleteiben, de azért bizonyos szinten megismerni. Nem szeretek magamról beszélni egyáltalán, de ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert azt hiszem, hogy ez is egy visszajelzés a Miskolci Jogi Egyetem részére, hogy nem csak a budapesti környezetben, hanem egy nemzetközi szakmai környezetben is olyan szintű szaktudást sikerült kapnom, amivel mind a mai napig megállom a helyemet, és ezért tényleg csak köszönettel tartozom, de ugyanakkor a családomnak is, mert nagyon sokat vagyok úton, rengeteg a munkám, és a családom segítsége nélkül, elsősorban a férjem segítsége nélkül, aki osztrák, de teljesen magyar rá sikerült már varázsolnom, és jól is érti magát, azt hiszem, a mi szociális kompetenciánk a mi kis világunkban. Nem is lehetett volna ezt ilyen szinten, nem is tudnám a napi munkámat elvégezni. Ami az én családomat illeti, azért a jogi szakmának valahol a jogi szakmá iránti érdeklődés mégiscsak megmarad, nem csak nálam, hanem például a keresztfiam, akitől végig nagyon becsületesen végült a konferenciát, ő is itt tanul Miskolcon az egyetemen, velük tartjuk a kapcsolatot. A kislányom ugyan orvos, de igazságügyi orvos tamból szeretné írni a diplomamunkáját, orvosnak készül. A kisfiam pedig már egy éve lelkesen járja a bécsi juridikumot, a jogi egyetemet, és ez lehetőséget adott számomra egy kicsit összehasonlítani a két oktatási rendszert, anélkül, hogy én most itt értékelném a két különböző egyetemet, és mindegyiknek megvannak a pozitív és negatív oldalai természetesen. De azért egyet, hogy titokban sajnálok, ugye nő is itt ül, de azért titokban sajnálok, hogy neki soha nem lesznek ilyen mélyreható örökre szóló élményei, mint amilyenek nekem voltak, mint Miskolcon végzett diáknak. Köszönöm a figyelmet, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.